Teltház és vastaps fogadta a Liszt Ferenc díjas hegedűművészt a belvárosi evangélikus templomban. Mága Zoltán ismét egy jó ügyért muzsikált. 100 templomi koncert sorozatának részeként látogatott el Miskolcra. A hegedűművész koncertjével ezúttal is a Miskolci Gráciák által elindított tehetségprogramot támogatta. Mága Zoltánt vastaps és ováció fogadta a belvárosi evangélikus templomban. A művész 100 templomi koncertjének részeként érkezett Miskolcra. Azon kívül, hogy ez egy csodálatos élmény, élménnyel gazdagodik az ember, de akkor úgy gondolom, hogy közeledik a szeretet ünnepe, és mód is lehetőség jön arra, hogy mi is adományozzunk, amelyet természetszerűen valamennyien megtettünk. A templom szinte zsúfolásig megtelt. Mága Zoltán a budapesti Primarius Kamara zenekarral érkezett, a művész háláját fejezte ki, amiért a miskolciak is hozzájárultak a jótékonysági koncertsorozat sikeréhez. Hála Istennek, önöknek, magyar embereknek köszönhetőleg mindidáig több százmillió forint értékben sikerült támogatnunk a bajba jutott embertársainkat hazánkban és határon túl egyaránt. Segítettünk beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges gyermekeknek, iskolásoknak, iskoláknak, szépkorúaknak, de volt úgy, hogy templomok felújításáért is megszólalt a hegedőm. Ezúttal pedig a Miskolci Gráciák által kiválasztott tehetséges miskolci fiatalokért szólt a felemelő muzsika. Nagyon sokan megkerestek bennünket, szülők, nagyszülők, akik azt mondták, hogy nagy baj van, mert a gyerek szeretne zongora órára járni, szeretne hegedülni, tanulni, de hát már nincs rá pénzük. A Miskolci Gráciák 5 év alatt 25 nehéz sorsú miskolci fiatal tanulmányait segítették, Mága Zoltán is idei programjuk sikerét támogatta. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már van olyan hallgatónk, van olyan ösztöndíjasunk, aki diplomával rendelkezik, és hát ebbe a diplomába egy kicsit mondjuk a D betűben mi is benne vagyunk. Mága Zoltán második alkalommal indította útjára 100 templomi koncertsorozatát, hogy a rászorulókon segítsen. Miskolcon harmadik alkalommal adott teltházas koncertet a Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas hegedűművész.